Sok magyar honvéd utolsó reménye a hazajutásba vetett hit. Az édes anyaföld hívogató ölelése. Rohannék hozzád, kedvesem, de kivárom a soromat. A másodpercek ólomsúllyal vánszorognak, de minden lépés, amit a vagon felé teszek, a te közelséged ígéretét hordozza magában. Szakaszvezető úr! Alázatosan jelentem, a honvéd neve nincs a listán. Mutassam. Nincs így semmi gond. A honvéd rossz sorba állt. Isten hozta Szovjet-Oroszországban. De... szakaszvezető úr, itt valami tévedés lesz. Én most indulnék, most mennék Budapestre, szabadságolásra. Nézze meg a papíromat. Szabadságolásra, itt van a papíron, nézze. Fogja meg, erre szüksége lesz. Szakaszvezető úr, egy éve vagyok már itt. Csak haza szeretnék jutni. Ide figyeljen, fiam. Most vagy a papír hazudik, vagy valaki nem akarja, hogy hazamenjen. Takarodjon a szemem elől, vagy gúzsba köttetem. Vissza a sorba. Az otthont még soha nem éreztem ilyen messze. Csalódott vagyok. Elárult. Elárvult. Lépés lépés után. Egyre távolabb tőled. Töltények. 1, 2, 3, 4, 5. Megkapom, amit a haza ki tudott szenvedni magából. Igazából senkinek nem kéne itt lennie. De ez a kötelességünk. Nekünk most itt kell megvédenünk a hazát. Itt? Több ezer kilométerre. A távolság most mit sem számít. Ma még itt, de holnap talán már a Kárpátoknál harcolom. És ha mindenki úgy viselkedne, mint maga... De ki ellen? Hát még ezt sem tudja. Hiszen tudom. A vörösök. A bolsik. A primitív, alsóbbrendű ázsiai hordák ellen. De szakaszvezető úr. Ezek csak üresen csengő szavak. Nem rossz ember maga Lombos. Legalábbis nem rosszabb itt a többinél. Ez nem az én és nem a maga döntése. Harcolnunk kell. A hazánkért, családunkért, az asszonyainkért. Hogy végül mind hazamehessünk, és békében élhessünk. Köszönöm szépen, szakaszvezető úr. Honvéd! Megígérem, hogy eljárok az ügyével. Ha igaz, amit mondott, a karácsony már otthon tölti. Ah.
Te figyelj! Füle! Gátsz! Akrai! Kocsos csak egy jó. Lombos? Semmi. Lehet, hogy csak elkavarodott. Az, hogy nem kaptál levelet otthonról, az nem azt jelenti, hogy nem szeretnek, vagy hogy nem várnak már. Ez az, amiben hinnünk kell, érted? Csak ez. Különben megőrül az ember. Завершайте свои позиции. Готовится пехотная атака. Возьми себя в руки, солдат. Иди, не попадайся мне на глаза. Завершайте свои позиции. Готовится пехотная атака. Fäng sofort den Angriff an! Fäng sofort den Angriff an! Nem ez föl.
Hitler szalonna. Lombos! Bazd meg! Ez meg honnan? Egyél! Hol válsz és cserébe? Aj, nem azért adtam. Különben is. Na. Ezeket mi raktuk le. Akkor is. Benézhetje ki a színüket. Most támadunk. Visszakaphatom. Ja. Elnézést. A képet is. Feleséged? Részben. Szemrevaló. Köszönöm szépen. Szemrevaló és fiatal. Biztosan sokan csapják neki a szelet.
És? Mit akarsz ezzel? Öreg. Semmit. Hát, nem ez nem az első eset, hogy egy otthon maradt magányos asszony megtéved. Az ki van zárva. És különben sem veled fogom ezt megvitatni. Ki mással? Velük? Hát jó, öreg. Bár nem tartozik rád, de az én feleségem az nem olyan asszony. Senki sem olyan eleinte. A magány, a nélkülözés, az érzelmek is megkopnak idővel. Tényleg? Mióta is vagy te ide kint? Lassan több, mint egy éve. Rajtam kívül már minden baka legalább egyszer volt odahaza. Csak az én nevem hiányzik folyton a listáról. Valamit elkavarhattak Pesten. Ez azért elgondolkodtató. Vajon ki az, aki nem szeretné, hogy hazamenj? Gondolom most az jön, hogy az asszony az, aki valahogy belenyúl a papírokba. Nem én mondtam. De mondjuk, csak a feltételezés kedvéért. Ha megismerkedik egy befolyásos emberrel, már nem kerül sok elintézni, hogy te itt ütögölj meg. Komán. Nincsen ezzel semmi baj. Itt vagy és élsz. Most már aztán elég legyen. A feleségemről beszélsz, vénszars, nem egy útszéli locsóról. Ha nem hallgatsz el Istenemre, mondom, kiváglak téged a gödörből a ruszkik közé. Nem akartam én semmi rosszat. Csak egy vén ember vagyok, aki jártatja a száját. Tényleg. Hogy kerültél te a frontra? Csak nem soroztak be. Munkaszolgálat. Zsidó vagy? Részben. Zavar? Nem, dehogy. Húzzuk meg magunkat, amíg elcsendesednek. Egyáltalán minek kellett neked az én füzetem? A papír jó. Szigi csodorni. Segget törölni. Tudod mit? Tartsd meg. Kapuskád. Van itt valami. Istennek elmentek. Hál' Istennek. Menjünk mi is. Várj! Majd, ha kialudtak a tüzek. Sötétben könnyebb. Honnan jöttünk? Pestről. Tanár voltam. Értem én. Besoroztak. És most itt vagy a világ végén, és olyan embereket ősz, akik nem ártottak neked soha. Tudod, ezt az egészet nem is igazán értem. Minek jöttünk mi ide? Azt mondták, bolsevik veszetelem. De kik azok a bolsik? És mi a baj velük? Se neked, se nekem nem ártottak semmit. Az urak, azok biztos tudják. Ja, persze. Most is otthon mulatnak, mi meg? Miket beszél az ember? Ennek a negyedéért is golyó jár. Komám, ne gondold, hogy ennek így kell lennie. Vedd a kezedbe az irányítást.
Eleget szolgáltad már a hazádat. És? Mit kaptál cserébe? A katonai eskü egy életre kötelez. Még ha igazad is van, egy tisztességes magyar ember soha nem árulja el hazáját. Nem kérünk és nem adunk kegyelmet, ez a verdikt. Ebből nem engedek. Most mégis itt puskasz vele egy gödörben. Csak megadást fontolgatod. Ne mondd azt, hogy nem. Jobban ismerlek, mint gondolnád. Elfáradtál. Eleged van. Most már aztán hallgass, öreg. Vagy kereshetsz magadnak egy másik gödröt. Ugyan már, ember. Csak beszélgetünk. Különben sem rám vette érges. Megszöktem a munkaszolgálatból, és szereztem egy ruszki egyenruhát. Tedd már le! Átálltál? Dehogy! Vizet hordok a vonalak mögött. Vagyis átálltál. És működik? Remélem. És ha ellenőrzésbe futsz? Beszélsz oroszul? Nem sokat. Csak épp annyit, amennyit kell. Én mondjuk elég jól. Tudsz nekem ilyet szerezni? Megpróbálom. Maradj össze. Mindjárt visszajövök. Szépen, Lajos. Egyébként. Lombos Mihály. Igyekezz. Kérlek. Идите сюда! Такое вас не видели. Это шутка. Пожалуйста. А я. Вставай, ходи. Pozd meg! Tak! Co děláš s ním? No svět. Jo, musíte. Most mi lesz? Mi lenne? Málenki volt. Megjött az utánpótlás, visznek minket a gulágra. Azt hiszem.
Én nem akarok a gulágra kerülni. Miért? Ki akar? Vagy a gulág, vagy itt helyben nagyon lőnek. Annak örül, hogy nem te fekszel itt. Вагон. В чем дело? Не знаю. Не за дело. Дай мне хоть одну причину, чтобы не расстрелять тебя на месте. Собака. Я знаю русский. Кто не говорит по-русски? Ну и? Ich spreche auch Deutsch. Das ist nicht genug. Io parlo italiano. Va bene. Ну вот тогда и будешь итальянский мин разминировать. Отведите этого профессора в штрафбат. Товарищ комиссар, вы как? Честь буду. Дайте только посмотреть. Пришли сведения. Да, уже получили. Давай посмотрим. Извини, перепутала с кем-то. Кто это? Неважно. Нет. Сначала посмотрим твою рану.
Паяц, выйди. Давай, закончим это. Tolik. Tie čo? Nevážne. Nelze byť takým grubým. Csak magadat okolhatod, te ökör. Ha nyugton maradsz, már a vonaton ülnél. Ja, Szibéria felé. Én haza akarok jutni. Ó, mutat. Itt ez a módi. Mit szersz, koná? Itt csak a legerősebb marad életben. Majd te segítesz nekem. Azt meg miért tenni? Mert megkértelek. És mert nincs más választásod. Bajtás. Beköpélünk. Mint kutyaszart a legyek. Úgysem bújhatsz el előlem. Mindenhol megtalállak. Človeka, ktorý potierial na deždu i čestnosť má, tojka nahodit pravdu v svojich mysliach. Je ta raznica v reálnosti mysli. Ebben a hangzavarban, a némaság árnyékában próbálok nyugalmat találni, és figyelni, ahogy lassan megtébolyodom. Hát így kerültem a taposók közé. A taposók a Szovjetunió területéről összegyűjtött elmeháborodottak, köztörvényes bűnözők, aberráltak, politikailag megbízhatatlanok, hadifoglyok, kollaboránsok. Szóval a háború söpredéke. Többségüket magam sem sajnálom, de akadnak értékes emberek is. Itt van például Kolja, aki civilben cirkuszi bohóc volt, és egyetlen bűne, hogy kiparodizált a Sztálin szónoklatait. Azt sem várták meg, míg lemegy a színpadról. Szerencsére a humorérzékét nem veszítette el. Sok vidám percet szerzett nekünk. Csak az utolsó produkcióján nem nevetett senki. Aztán a madárcsontú Szuhok, aki hithű kommunista,
és szavaiban az ellenséggel szembeni könyörtelen ellenállásra buzdította a tömegeket. Sokak szerint az égiek védelmezik. Valójában csak túl könnyű. A mögötte lépkedők legnagyobb bánatára. A legrégebbi taposó egészen biztosan Kurgen apó, aki közel egy éve jó érzékkel kerülgeti az aknákat. Könnyű neki. A legtöbbjét ő maga telepítette. Az őrök valósággal közel harcot vívnak, hogy mögötte mehessenek. Aki nem figyel a lába elé, könnyen rajta veszthet. Remek alkalom volt ez egyébként a vitás kérdések rendezésére is. És itt vagyok én, egyelőre életben. Fogolytársaim könnyen befogadtak. Az orosz emberek általában nem gyűlölik a magyarokat. Legtöbbjük soha nem is találkozott a fajtámmal. Ellentétben Dobcsenkóval és Harkovval, akik valamiért kezdettől fogva különös figyelmet szenteltek annak, hogy a kelleténél jobban megkeserítsék mindennapjaimat. Stój! Gyerekes játékuk sok taposó életébe került már. Fogadásaiknak nem volt igazi tétje, hiszen számukra teljesen értéktelen, birodalmi márkában és pengőben folyt a játék. Ennyit ér itt egy ember élete. Néhány színes papírfecnit. Давай. Собака. Harkov és Dobcsenkó alapjában véve nem rossz emberek.
Csak pont úgy bánnak a rendszer ellenségeivel, ahogy azt a hazájuk elvárja tőlük. A lelkem legmélyén megértem őket. Nem vagyok más számukra, csak a szülőföldjükön taposó sok százezer ellenséges katona egyike. Persze az őreink sincsenek könnyebb helyzetben. Minket ők lökdösnek, őket pedig az NKVD. És mindannyian tudjuk, hogy csak előre vezet az út. Nem számít, hogy éppen milyen akadály van előttünk. Предложишь? Нет. Вообще-то пустая. Если бы было, тоже не дал бы. Ты, откуда у тебя это? Получил. Нашел. Какая разница? Ты удачный цыган, ты. Ты удачный. Так я выгляжу. Бомба по тобой не взрывается. Ты здесь бессмертный. Знаешь, какие умирают, которые боятся? Я не боюсь. И не буду умирать. Потому что я уже умер. Смотри! Видишь, это след от пистолетной пули. Низкому Глеб пришел и скользнул. Может быть, я правда удачный. Amikor éppen nem taposunk, akkor gyalogolunk. Ha nem gyalogolunk, akkor ásunk. Lövészárkokat, sírokat. Gribíjszuk! Wusstest du, mein Junge, dass die Treter in der Sowjetarmee den meisten Wodka bekommen? Ich verstehe. Nüchtern würden sie uns schwerer über die Minen leiten. Madárcsontú szuhov. Halálra itta magát a szerencsétlen. A mázlista mégsem halhatatlan. Wir können sie umgehen. Wenn du aufpasst, kann man sehen, wo sie sind.
Farbe. Die schauen sie mal zu. Pass auf. Also, wenn Schnee drauf liegt, bildet sich dort Eis. Gut? Im Sommer ist das Gras seltener. Wenn du auf schönen, gesunden Grasbüscheln läufst, kann dir nichts passieren. A szovjet katonák a legkisebb vétségért is könnyen a taposók között találhatták magukat. Gyanakvással teli világ ez. Az őrök minket tartanak szemmel. Mi meg az őröket. Az NKVD pedig... Nos, ők mindenkit szeretnek szemmel tartani. De legfőképp egymást. Mit keresel még itt? Rég el kellett volna tűnni. Emlékszem erre a falura. Ha a sineket követeld, hazajutsz. Nagy mulatság készül. Kihasználhatnád. A falusiakat nem bántják. Sok közöttük az öreg. És a sérült. Oda leszünk elzárva éjszakát. Na, van! Вам что? Встаньте, пьяные сволочи. Пьяные вам море по коленам. Делать нечего, как женщинам приставать. Валите отсюда! Ну чего тебе, Толик? Не нравится, что за униформой женщину заметили? Женька... Почему ты боишься своих чувств?
Drága Elza, ezt a naplót akkor kezdtem el írni, amikor elhatároztam, hogy megöllek. Miért akarsz elpusztítani, Mihály? Miért volna jobb neked nélkülem? Nem adsz már több erőt. Csak magunkra számíthatunk. Ez a szörnyű fájdalom, az ordítás nem a vég, hanem egy új kezdet. Gyenge vagy. Lásd be. Ami most történik, már túlnő rajtad. Ha engem most elveszejtesz, az könnyen a véget jelentheti. Jól gondold meg, mit cselekszel. Erre még emlékeztetni foglak. Hinned kell. Kinek? Anyádnak. Vicces vagy. Na, dobd. Ironично. Не было бы войны, уже давно бы попросил ее руки. Вот не было бы войны, я бы с ней и не встретился. Черт. Так нехорошо. Thank you.
jó szarban hagytál megint. Ne engem nyugaszt. Most már te irányítod a sorsod. Lehet, hogy még nem volt itt az ideje. De talán majd most. És csak? Что делаешь? Что делаешь? Что? Что такое? Что делаешь? Это только поменять. Дай сюда. Быстро закончим. Но сейчас будешь полезнее. Антонио, где размещены в блоке? Dove sono la posizione alla tua unità? Не отвечает. Не знаю, что мы делали без тебя. Спроси еще раз. Антонио, dove sono la posizione alla tua unità? Он сказал, что ой, не. Это я тоже понял. Скажи, что последний раз спрашивали. Антонио, non essere stupido. Devi dire qualcosa perché sennò là fuori ti stanno riempiendo di merda. Risparmi la tua patriottica realtà di merda. Parli o questi ti rompono il culo. Altrimenti vai a fatti fottere. Dall'altra parte del fiume, i tedeschi avevano lasciato alle spalle una piccola truppa. Scaglione posteriore. Другой стороны реки немцы оставили меньше заднего войска. Стоило себе добиться. Покажите на карте.
Fammi vedere sulla carta geografica. Due truppe di tedeschi. Noi italiani. Ungheresi. Он сказал, что два раздельца здесь, итальянца, больше он не знает. Несите. Закончила. Да. Stehen bleiben! So, solo con voi!
solo italiano! Solo con voi! Ich bin italiano! Du Hurensohn! Du Verräter! Steh mal! Mano, solo con voi! Io sono con voi! Oh, du Lügsverräter! Hinlegen! Du dreckiges Schwein, du! Du Hurensohn! Hilfe! Avanti, Benito Mussolini! Wie traust du den Namen des Führers auf dein dreckiges Judenmann zu nehmen? Hans! Dort! No! 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 Treppe! Sono italiano! Non ti mangio con la mano! 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 Non ti mangio con la Na menj, mire vársz? Menjen rossz, nyakom! Was fressen die Russen alles zusammen? Az oroszok nem hálátlan népség. Zsenyka az orvos, akinek a húgát megmentettem, közben járt az érdekemben a politikai tisztnél. Ennek szinte azonnal éreztem a hatását. Dicsőséges tettemért azzal jutalmaztak, hogy kipróbálhattam, milyen lögdösőnek lenni. Nem sokkal könnyebb. A lögdösők és taposók viszonya jól jellemzi a rendszer cinikus hozzáállását katonái életéhez. A lögdösők első számú feladata ugyanis nem a szerencsétlenek aknára terelése, sokkal inkább az ellenséges lövészektől való védelme. A hatalom beteges logikája szerint ugyanis a taposó halála csak úgy hajt hasznot, ha az együtt jár egy akna hatástalanításával is. Thank you.
видимого в ВТ-16? Нет, не видел. Надо было посмотреть. Что, бля? Разведчики сказали, что город полностью пустой. Что с заводом? В заводе тоже никого нет. Тогда начинаем с завода. Так точно. Разделиться! Давай. Давай. Давай вперед.
подожди пока. Нет! Останови меня всегда, отпусти! Что? С ума сошла, Виталий? Останови меня! Нет, не надо. Смотри. Нет, я смогу! Боже, просто! На нее нет помощи! Я не поняла, она моя сестра! Боже! Отпусти! Товарищ Хоменкова, это приказ! Álltam és láttam elszállni az életet a lány testéből, tényleg szégyeltem magam. Szégyeltem, mert megesett a szívem ezeken az embereken. Pedig gyűlölnöm kéne őket, hisz ők az ellenség. Ők most már egészen biztos így tekintenek rám. Eltűnt a bizalom, mintha sohasem lett volna. Ekkor már éreztem, nincs itt maradásom. Itt a tvoj koniec, suka. Apjaim meg vannak számlálva. Az őröktől most már nem véd meg semmi. Mit akarsz? Nézd! Azt már ott a Kárpátok. Az meg ott egy aknamező. Itt az idő. Most már végre megfizethetsz mindenért, mindenkinek. Minden, ami történt, a te hibád volt. Nem lett volna szabad rád hallgatnom. Csak magamat hibáztathatom miatta. Mi ütött magába, lombos honvéd? Mi történt, katona? Csak nem rájöttél? Hallgass! Nekem te már itt nem taníthatsz semmit. Itt az ideje, hogy eltűnj. Miért mondasz nekem el? Én mindig csak jót akartam. Ide hallgass, fiam. Nem vagy te nekem senki. Pont neked magyaráz? Átlátok rajtad, öreg. Gyenge szar ember vagy. Úgy se teszel semmit. Soha se tettél. És soha sem fogsz. Még azt sem értetted meg a primitív agyad előtt. Most már kussoljál le, bazd meg! Szart se tudsz rólam. Neked a hűség, a becsület, szart se tér. Úgy gondolod, hogy nem csinál még semmit? Úgy hiszed? Hát csak figyelj. Sajnálom, öreg, de nekem haza kell jutnom. Nélküled.
слышишь, Варвалин? Ничего не слышу, может. На слон наступил лов. Не понимаю. Из-за этих проклятых мин. Так точно. Наконец играйте прощение за ваши грехи! Не бойтесь пожертвовать свою жизнь, а дать защиту вашей ноги! Слава Богу!
Mégis mit képzeltél, ember? Azt hitted, egyedül végig tudod csinálni. Végül hazaérsz. Nincs szükségem rád. Soha nem is volt. Add vissza a naplót. Nálad van. Mindig is nálad volt. Te győztél. Itthon vagy hát mégis. Itthon vagy. De vajon valóban otthon-e az otthon? Mihály. Hát visszatértél, hogy helyesen dönts. Már döntött. Velem tart, mert elkövette a legnagyobb bűnt. Emelt fővel állok itt. Csak a visszatérésbe vetett hit ösztönzött. Hallod magad, ember? Ösztön és hit? Örök ellentmondás. De látod, most végső döntésre kényszerít. A döntést már meghoztam. Elejétől fogva átvertelek. A józan ész az ösztön és a hit felett áll. Először elvesztettem a hitem. Végül az ösztöneim ellen kellett cselekednem, hogy végre ide juthassak. Józan ész? Tetszel nekem, ember? Azzal a tudással akarsz fölém kerekedni, amit tőlem kaptál. Hát legyen. Сюда! Сюда, товарищи! Это еще живет! Врача! Быстро! Врача! Рана не серьезна, только царапина. Удачный человек. Пару дней будет в норме. Кто это человек? У него есть солдатская книга или книга партия? Какой это документ? Нету неба, товарищ капитан. Может быть, уже ограбили. Думали, что мертв. Неважно. Попозже бей с ним. Отвезите назад и помогите.